Csődbe ment kecskefarm. Eladó az a lakhegyi kecsketenyészet, ahonnan az a kullancs által fertőzött tej származott, amelytől még augusztusban 22-en kaptak agyhártya és agyvelő gyulladást Zala és Vas megyében. A tulajdonosok nem követtek el semmilyen szabálytalanságot, hiszen a kecskék esetében nem lehet észrevenni a kullancsípést. Önhibájukon kívül mégis több mint 10 év munkája veszett oda a lakhegyi gazdálkodó házaspárnak. A kecskefarm tulajdonosai maguk is fogyasztottak augusztusban a fertőzött kecsketejből, ezért több héten át kórházban ápolták őket. Az elmúlt hónapokban visszaesett a kereslet a tejtermékek iránt. A házaspár már korábban is tervezte, hogy felszámolják a farmot, a kullancs csípés okozta tömeges megbetegedés már csak az utolsó csepp volt a pohárban. Rákócziék szerint egy évtized munkája és a napi 10-14 órás az állatok körüli megfeszített gondoskodás is oda lett. Mikor ben voltunk a kórházban, nem tudtuk, hogy milyen hosszú ideig tart a lábadozásunk. Hát most már hála Isten meggyógyultunk mindketten, és akik ben voltak, azok is meggyógyultak, tehát szövődmény nem maradt fenn sehol. De most már viszont el vannak apadva az állatok, és senkinek nem tudunk adni terméket. A család azt szeretné, ha az állatállomány és a megszerzett tapasztalat nem vesznek kárba teljesen, és valaki folytatná, amit ők elkezdtek.